Most pedig színház, ahogy azt már megszokhatták, természetesen most sem marad el. Rovatunk Kuti Patrícia és Ilyés Ákos a vendégünk, akiket szeretettel köszöntünk. Ugye két olyan darab is volt, mind a ketten ugye egy premier után vagytok, de két külön darab. Úgyhogy kezdjük Pati a tiéddel. Ugye ma este megbukunk, ez egy nagy színpadi előadás. Ráadásul egy különleges előadás olyan szempontból, hogy színház a színházban? Igen, igen, mondhatjuk így. Na, mesélj! Tulajdonképpen egy amatőr, független színtársulatról szól, akik létrehoznak egy előadást, illetve megpróbálnak létrehozni egy előadást, egy krimit, de nem feltétlenül sikerül, vagyis hogy nem is biztos, hogy ez a legjobb szó, hogy sikerül, tehát hogy történnek azért az előadás közben mindenféle dolgok, bakik, váratlan helyzetek, amin valahogy túl kell esniük, vagy meg kell oldaniuk, hogy egyáltalán le tudjon menni az előadás a nézők előtt. Hát így röviden dióhéjban ennyi, és hogyha ez egy komoly darab lenne, akkor így körülbelül ennyi lenne, de hát hogy mindez olyan fergeteges humorban és nem létező helyzetkomikumokkal történik, hogy azt hiszem, hogy nem is tudom, nincs is olyan ember, akinek ne tudnám jó szívvel ajánlani, de tényleg, tehát hogy egy felhőtlen kikapcsolódást kínál ez az előadás szerintem. És igazából azt gondolom, hogy a nézőknek is nagyon, nagyon jó és szórakoztató, de nekünk szereplőknek is az. Egyrészt mert nagyon jó néha ilyen típusú előadásban részt venni. Én is viszonylag régen voltam már vígjátékban, és ráadásul én nagyon szeretem ezt a műfajt is. És tehát, hogy nekünk is öröm néha így a nagy mélységekből egy ilyenfajta műfajban játszani. És a nézőknek is szerintem biztos, hogy nagyon jó egy, tényleg egy felhőtlen kikapcsolódás, nem tudom jobban megfogalmazni. És mindamellett pedig szakmailag is nekünk nagyon jó kihívás, mert ez a műfaj ugye nyilván a nézők számára arról szól, hogy szórakoznak és nevetnek, de azért ez szakmailag nagyon jó kihívás a színészeknek is, mert nagyon sok mindent kell nekünk szakmailag tudni, meg pontosnak lenni, meg megoldani. Neked, mint nézőnek úgy tűnjön, hogy te tényleg kacag szórakozol, és olyan, mint hogyha ez így most így hirtelen történne. Amikor próbáltatok, jöttek elő az emlékek, hogy úristen, mi is mennyit bénáztunk az egyik darabnál, a másik darabnál, hogy ott mi történt? Persze, hogy jöttek elő. Természetesen, és ezért is volt, már az olvasópróba is nagyon szórakoztató volt pont ezért számunkra, mert egy csomó olyan helyzet van, amit azért ismerünk, vagy tényleg előfordulnak, vagy a próbákon megtörténik, vagy volt már olyan, ami előadás közben is megtörtént, ha nem is ennyire élesen, vagy ennyire nagyon durván, de valóban ezek mind egyébként olyan, tehát hogy olyan helyzetekből van ez az egész összerakva, ha jól tudom, ami megtörtént, tehát akik összerakták az eredeti stáb, csupa olyan helyzetet raktak össze, ami megtörtént már velük is. Tehát, hogy azért a színházakban, szóval így órákat lehetne beszélni mindenféle bakikról. Gondolom nem véletlenül választották, azt hiszem Angliában, meg Amerikában is az egyik legjobb vígjátéknak annak idején. Úgyhogy tényleg nyugodt szívvel ajánlhatjuk. Túl vagytok ugye a bemutató, milyen volt a fogadtatás? Nagyon jó, nagyon jó. Először izgultunk, mert úgy voltunk vele, hogy mi annyira szerettük próbálni és megcsinálni, és hogy azt gondoltuk, hogy biztos, hogy nagyon fogják szeretni. És aztán így a premier előtt így bekúszott egy ilyen gondolat, hogy úristen, de mi van, hogyha mi így azt hiszük, mert szeretjük, hogy ez így tök jó lesz, és akkor majd néma csend. Csendben ülnek a nézők, de hál' Istennek nem így történt, szóval, hogy nagyon-nagyon jó a fogadtatás, és tényleg eddig beigazolódott, hogy nagyon-nagyon szeretik a nézők, és nagyon jól szórakoznak rajta. Igen, és Pati, egyébként nektek ez biztosan máshogy dolgoztatok, én megnéztem az előadást, és ez nem a reklám helye, de tényleg csak ajánlani lehet mindenkinek, mert valami elképesztő pontossággal, olyan patika mérlegen van kimérve minden, brilliáns alakítások vannak, és
És én úgy jöttem ki, hogy próbáltam mindenfélét megfogalmazni, de csak az volt, hogy borzalmasan jól éreztem magam. Tehát annyira jó volt látni ezt az előadást, tehát mindenki jöjjön el, nézze meg, mert szerintem nagyon-nagyon megéri. Pedig hát bénázó színészt játszani nem lehet egy könnyű dolog. Tehát ezek szerint azért tényleg úgy meg van írva takra, hogy ott nem nagyon lehet késni egy-egy bejövetelnél, kimenetelnél, és a többinél, és a többinél. Úgyhogy ezt mindenképp ajánljuk. Teljesen más műfaj a tiéd, az Utas és Holdvilág. Nem bánkódtál egy picit, hogy de jó lenne inkább abban játszani, abban a darabban, hogy hazamentél, és akkor Pati mindig mosolyogva jött egy-egy próba után? Hát nem mondom, hogy nem irigykedtem párszor, de hogy nem persze. De a miénk az hát nyilván egészen más, más helyszín, kamara. Nem is feltétlenül túl vidám a történet, illetve hát, hogy... És a próba folyamatunk sem volt teljesen felhőtlen, tehát ilyen halmozottan, hátrányosan, és nem is hátrányosan, hanem ilyen halmozottan, terhelten folyt ez a próba folyamat. Ez ugye Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág, egyébként egy gyönyörű regény, de most mi egy másik koncepció mentén indultunk el, tehát Szerb Antal mellett más szerzők, más írásai is megjelentek a mi készülő előadásunkban, és hát ugye hosszasan nyilván a hideg próbateremben ott fejtegettük nagyon sokáig, hogy ez hogyan is kellene kinézzen. Azután jött nekem legalábbis egy jó 10 napos karantén, sikerült egy kellemes Covidot bekapni, az kellőképpen megrángatott, és akkor a 10 nap után félgyengén vissza be a próba folyamatban, nyilván közben amennyire, tehát lehetőségem, hogy erőmhöz képest próbáltam szöveget tanulni, és akkor vissza a próba folyamatba, próbáltuk tovább gyurmázni ezt az anyagot. Igen, jött a főpróbahét, a főpróbahét végén óriás változások, változtatások, tehát hogy ilyen elképesztően nehezen állt össze ez a bemutató. Tehát bemutató előtt rengeteg kétségünk volt, rengeteg kérdésünk volt. Kicsit ködös volt előttünk az út, nem nagyon láttuk. Annyiban hasonlíthat a kettőnk bemutatója egyébként, amit az előbb Pati mondott, hogy hát ők nem tudták pontosan, hogy mire számítsanak, hogy lehet, hogy ami nekik vicces, az a nézőknek nem feltétlenül. Hát hasonlóképpen gondolkoztunk mi is bizonyos dolgokban, hogy nem pontosan tudtuk, hogy a nézők mennyire fogják ezt kódolni, érteni, érzékelni, és mennyire fog hatni rájuk. És hát most lehet, hogy egy nézőt kellene inkább megkérdezni. Én most azt gondolom egyébként, hogy a bemutató maga viszont minden hátráltató tényező, ne buktató ellenére szerintem nem sikerült rosszul, és én azt hiszem, mondhatom azt, hogy sikerült egy olyan előadást csinálnunk, amiről az emberek talán még a busz megállóban is beszélni fognak, és szerintem ott az emberekkel is, akik beülnek megnézni ezt a történetet, történik valami a lelkükkel, elgondolkoznak talán az életükről, a fiatalságukról, hogy hogyan kellett volna valamit másképp csinálni, illetve talán hogyan kellene a továbbiakban élni az életüket. Hát ilyen szempontból nagyon különbözik a két darab. Az egyiknél tényleg hátradőlsz és szórakozol, kikapcsolódsz, a másik pedig sokan azt mondják, hogy ez már bocsánat, még értékesebb, amikor hazamész és még mindig agyalsz tovább, és még mindig azon jár az agyat, hogy részben ott maradtál a színházban. Tehát, hogy így ahogy mondtad, hogy mit kellene másképp csinálni. Igen, és szerintem ez nagyon jó egyébként. Mind a két oldalról. Nekünk is nagyon jó itt, hogy egy ilyen színházban játszunk, a mindenféle előadásokba belekerülhetünk, mindenféle szerepek megtalálhatnak, és szerintem a nézőnek is tök jó lehet, hogy nem egy specifikus színházba jár, és nem csak egy színházba jár nevetni, ő a másik színházba jár sírni, hanem hogy folyamatosan kap mindenféle élményeket, érzéseket a saját városának, a saját színházától. Szerintem ez tök jó. Jó most rátok nézni olyan szempontból, hát főleg Patira, hogy neki szemmel láthatóan azért nagy élményt adott most ez a darab bemutató. Hogyan tovább? Ugye tudjuk, hogy nem könnyű a helyzet, és hát arról is beszéltünk, hogy talán a Covid után már még egyszer nem éljük át ugyanaz, de most megint ugyanitt vagyunk, kihirdették, ugye a színház is zárva lesz egy ideig, stb. Hogy élitek meg? Ez nagyon nehéz lehet egy színésznek. Hát igazából olyan sötétben tapogatózás, szóval én hálás vagyok, hogy tavaly játszhattam a Vár még sötét lesz című előadást.
mert tényleg, hát tele van bizonytalanságokkal az egész jövő. Most Ákos már el is kezdett egy új próbafolyamatot, a jövő héten én is elkezdek, tehát hogy amíg még nyitva tart a színház, addig minden úgy van, mintha mi sem történne, vagy mi sem történt volna, és utána pedig majd, nem tudom, improvizálunk, meglátjuk, hogy mit hoz az élet, hogy lesz. Hát igen. Azt mondjuk a nézőknek, hogy akik szeretnék látni ezeket a darabokat, most siessenek. Tehát nézzék meg minél hamarabb. Nézzék meg, igen. Szóval azt akartam még hozzáfűzni a Patihoz, hogy igazából most azt gondolom, hogy nekünk most így az a dolgunk, hogy reménykedjünk. Olyanok legyünk, hogyha bemegyünk reggel a színházba, akkor nyilván csak az szabad, hogy előttünk lebeg ilyen a nézőtér, amikor megtelik, és ők eljönnek, és felöltöznek szépen, és hogy mi pedig kiállunk, és ott lesz egy előadás, és az előadás legjobb tudásunk szerint szívünkből az egész lelkünket kitesszük elé. Tehát szerintem nekünk ez szabad, hogy mozgasson most. És nyilvánvalóan persze, hát itt lebeg a fejünk fölött, hogy bezárunk, hogy ez történik, hogy az történik. Hideg van, meleg van, nincs víz, villám, nem tudom, tehát az energia, tehát mindenféle szarság, ami körülvesz minket egyébként. De én azt gondolom, hogy nekünk bíznunk, reménykednünk, és rettenetesen tolni kell ezt a szekeret. Muszáj. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, a legjobb végszó, amit most mondtál. Mi pedig akkor most látogassunk el a Szabolcs Néptánc Együttesnek a fellépésére, mert hogy a 65. születésnapukat ünnepelték. Jöjjön egy kis ízelítő, a teljes felvételt majd valamikor karácsony környékén láthatják.